sportosat. Iradónk vendége Szabján Norbert, sokszoros magyar bajnok sportlövő. Szervusz, üdvözöllek! Ugye Én olimpikon az is az vagy, hiszen jóban kint voltál az olimpián, ami régi nagy vágyad volt, teljesült, amely egy hirtelen szóba hoztam. Hogy emlékszel vissza Megérte? Megérte természetesen. Elég hosszú és fáradalmas felkészülés volt. De természetesen minden percéért megérte. Nem tudok semmi olyat mondani benne, ami, ami ne érte volna meg. Sajnos ez volt az utolsó, és egyben az első is, azt kell, hogy mondjam. A későbbi puskával, ugye? Igen. Mert ehhez ragaszkodsz, foggal körömmel. Igen, ez az én specialitásom, a 60-fekvő versenyszám. És azt kell, hogy mondjam, azt tudom, hogy mással nem sok esélyem van kijutni Olimpiára. Hogy ragadt rá? Miért pont ez a fegyver? Mert annyiféle fegyver nem van. Miért pont ez? El tudod mondani, hogy. Igen, el tudom mondani. Amikor én 96-ban elkezdtem a kecelen a kis vidéki lövészklubunkba az edzéseket, versenyeket. Nem fegyverrel. Egy 50 méteres lőtéren, egy TOZ 8 as kispuskával. Na. Ott csak fekvőt lőttünk, nem is volt hmm. másra lehetőségünk, és én ebben nőttem bele. Természetesen aztán egyre följebb kerültem, akkor már lett zúl kis puskám, klubot is váltottam, uh -huh. ahogy középiskolás lettem. Egészen addig, ameddig én fel nem kerültem Pestre a budapesti honvédba, nem is lőttem más csak fekvőt. Uh -huh. És ott, itt ismerkedtem meg már Budapesten a, az összetett versenyszámmal, ahol fekvőt érdelő álló, uh -huh. Igen. és a légfegyveres versenyszámmal is, ahol pedig csak álló van. És ezért nekem mindig is erősségem volt a fekvő, és, és ebben tudtam olyan eredményeket produkálni, ami ami a nemzetközi mezőnyben is megállta a helyét, és hát ezzel tudtam kótát is szerezni. 65 lőttök, Igen. Ugye? Ezzel Rióban hol végeztél? Sajnos Rióban nem volt egy jó versenyem, 43. helyen végeztem. Uh -huh. azt, le, azt szokták mondani, hogy az olimpia az olimpia. Igen. Az, az nem világbajnokság, az nem Európa bajnokság, az nem világkupa. És még, még ott a versenyen, sőt, még a verseny utáni napon is ar arra gondoltam, hogy hát ez badarság, mert hát nekem nem volt semmi bajom, nagyon jól éreztem magam, nem izgultam, jó állapotban álltam be a lőállásba, és mégis nem tudtam közel se azt teljesíteni, mint amire előtte és utána is képes vagyok és voltam. Hát, fegyvert ismertem Ismertem. A pályát is ismertem. Volt ott világkupánk előtte, körülbelül három hónapban. lehet hónapa. tudni, hogy már csak a jövő generációnak, hogy ilyenkor mi az, ami mégis dönt? Mi dönt ilyenkor? Mégis miért megy el valami irányba a mutató, most neked olyan negatív irányban? A sportlövészet az egy olyan versenyszám, ahol ha az ember nagyon jól meg akarja csinálni a dolgát, akkor lesz sokkal rosszabb, mint egyébként. Csak és kizárólag a begyakorlott ösztönös mozdulatokra szabad ilyenkor hagyatkozni, mert fejből jobban csinálni úgy sem fogja tudni az ember, mint ahogy edzésen csinálja. És ez az, ami, ami nem, nem nem kell jobban lőni, nem kell jobban akarni egy olimpián, mint egy akármilyen másik versenyen, és, és szerintem ebben lehetett Igen. valami. Akkor ez már ilyen pszichológus segítség is kell, hogy fejben... Tehát tud ezt tisztázni? Nekem nincsen pszichológusom, szerencsére egész jól tudom kezelni mm -hmm. ezeket a dolgokat. De nagyon sok embernek segít pszichológus ebben. Mm. Legjobb eredményed, amire büszke vagy? Egyéni csúcsomat tudom mondani ebben a gyönyörű tizedelt rendszerben 626,8. Senkinek nem mond semmit. Igen. Sajnos a londoni olimpia után átváltotta az egész köregységes számítás erre a tizedelt köregységre. Most ha egész körre mondom, akkor 597. 600-ból 597, 3 darab 9-es, ezt igen. úgy mindenki megérti. Úgy, úgy érti. Igen, ezt, igen. Úgy érti. ezt úgy érti, igen. Csak most már azért nagyon bizony egymáshoz lőttök, és ahogy különbséget kellett tenni, gondolom, nem? Nagy, kellett, nagyon a... szoros a verseny, különbséget kellett tenni. De nem jó különbség erre a tizedelés. Ez már többször megmutatta magát. Ugyanolyan szoros a verseny az elején, ugyanúgy van köregyenlőség. Uh -huh. Ezt nem oldotta föl Egyet tett, kicsit érthetetlenebbé tette a, az értékelést. Mert akárki, aki nincs úgy annyira nap mint nap benne a sportba, elmondom neki, hogy hú, én most Münchenben lőttem 625,3-at, és azzal lettem, lettem tizedik. És akkor néz rám kerek szemekkel, hogy azt, hogy hány lövés. Semmit nem értenek sajnos belőle. Nem lett a közönség szempontjából érthetőbb a sport. Pedig az lett volna elvileg a cél. Ki is de... vették az olimpiáról? Hát... Sajnos nem ennek köszönhető, mert hogyha legalább erre lett volna visszavezethető, akkor. Mire vezethető vissza? Az olimpián ö, szeretnék a férfiak és nők arányát ö, egalizálni. Igen. Persze ez nagyon-nagyon nehéz, de minél jobban megközelíteni, Igen. és kitalálták, hogy csinálnak csapatszámokat. Ugyan egyéni verseny a sportlövészet, de lesz vegyes csapat, ahol egy férfi Igen. és egy nő alkot egy Igen. csapatot, és hát nem azt csinálták, hogy akkor fekve legyen egy vegyes csapat, hanem mivel sokkal egyszerűbb lebonyolítani egy versenyt egy 10 méteres lőtéren, amit akárhol, akármilyen csarnokba fel lehet állítani, ezért légfegyverrel csináltak egy ilyen vegyes csapatot félét. Még nincs kiforrott szabálya, még nincs konkrét kvalifikációs rendszer, ez majd jövőre fog elvileg elindulni, még senki nem tud semmit. De sajnos, mivel az érmek száma, olimpiai faluban a helyek száma az adott és korlátozott, valamit igen, fel kellett áldozni. Igen, ismerős, igen. Így feláldozták a szabad pisztolyt a pisztolyosoknál, feláldozták a dupla trappot a koronglövőknél, és feláldozták a fekvőt ami egyébként az egyik legősibb sportlövő versenyszem, mondván az újítás tükrében. Meddig? Párizsban már visszajöhet, vagy, vagy nincs rá esély? Semmi hír nincs ilyenről. Természetesen Európa-bajnokság, világbajnokság megmarad. Persze. Világkupákról, mivel nem olimpiai szám lekerül, de az egyéb nemzetközi versenyeken, ami azért van még jó pár olyan szintű európai és világverseny, <síns> ami, amin meg fogják rendezni és megrendezik, Ö, akár vissza is kerülhet egyszer, hogyha ha bebizonyosodik, hogy, hogy nem előre lépés és nem tesz jót a sportnak, de, de erről semmi hír nincs. Az biztos, hogy sajnos Tokióban nem rendezik meg. Mindig nálad van a fegyver? Nincs, Vagy csak, csak hogy, tudtad, hogy hozzám jössz, és csak fegyverre jössz. Csak hogyha edzésre megyek, akkor van nálam, és igazából azt mondhatnám, hogy... Most edzésről a, jössz, mész? Ma nem voltam edzésem, ma azért volt nálam, mert idejöttem, de amúgy körülbelül négy nap egy héten viszem, hozom magammal, mert délután edzés. Nem amúgy mérnökként dolgozol. Igen, én gépészmérnök vagyok, és napi 8 órában főállásban dolgozok. Sajnos a sportlövészet nem az a sportág, amiből meg lehet élni. Hát igen. És akkor itt végül is mindenki dolgozik, aki sportlövő. Vagy tanul, vagy tanul. aki még fiatal, azt... és tudja az egyetem mellett csinálni, az tanul, de de főállásban lövész olyan nem, valamilyen, vagy részmunkaidőben, vagy sportklubnál dolgozik valaki egyébként edzőként, de általában mindenkinek van munkahelye. Ha... Jól tudom, javítsák önem, hogy a Hammer Lászlónak is egyik kedvence volt ez a fekve. Így igaz. Így igaz. Egyik példaképpen Varga Károly mellett. Hát ők ketten vannak, akik fekvőben tudtak aranyérmet nyelni olimpián Magyarországnak. Legutoljára 1980-ban Moszkvában Sok akkor Varga most Károly. olimpiai aranyérmünket kivették akkor. Igen, kivették. Azt kell, hogy mondjam, hogy Sajnos a csúcson húzták ki alólam a stokit. Na. Mert az olimpiára is, egy fejlődő ágban, még most az olimpia után is nagyon jó formában. És úgy, úgy érzem, hogy én mostanra tudtam beérni ebbe a fekvőbe, elérni azt a magabiztonságot, azt a higgadtságot. Hmm. Nem baj, akkor az ebéd? Szükséges. Akkor majd hozod az aranyérmet, ugye? Ezt nem lehet így kijelenteni, mert ez lövészet. Sajnos idén volt Európa-bajnokságunk, vagy hát nem sajnos. Az a sajnos, hogy nagyon-nagyon szeles versenyünk volt Bakuban, és, és nem tudtunk semmikünk sem érmet hozni. Szétfújt minket a szél. Igazából a pálya majdnem, hogy predestinálódott a, a végeredmény azt kell, hogy mondjam, Magyarországon nincs akkora pálya, nincs olyan szeles pálya, ahol, ahol ezt tudnánk igazán edzeni, gyakorolni minden nap, és ilyenkor megmutatkozik, azok a nemzetek végeznek előrébb, akik, akik rendelkeznek sok nagy pályával. Hol tudsz gyakorolni? Hol a Mexikó jutű a klubomnak, uténak uh -huh. a lőterén, uh -huh. ott tudok. Sajnos Budapesten nagyon kevés olyan lőtér van, ahol, ahol 50 métert lehet lődni, talán földnek, uténak, Ugye én először honvédos voltam, amikor Pestre kerültem, azért kellett átigazoljak, mert el, elvették a lőterét a honvédnak, ugye benne az Ács uh -huh. az ács utcai laktanya megszűnt, ahol a honvéd lőtér volt, átalakult, és nekem valóban menni kellett, 50 méteres lőtér nélkül én nem tudtam létezni. Így kerültem az utéba, uh -huh. természetesen nem bántam meg, mert nagyon-nagyon jó társaság, nagyon jó edzőkkel, jó csapat, egy... Uh -huh. Egy nagyon jó műhely. Mennyit lősz edzése? Egy átlagos edzés az olyan 150-200 lövés. Természetesen alapozási időszakban többet, uh -huh. amikor az ember a verseny előtt van, és már csak a, a részleteket finomítja, gyakorolja akkor egy kicsit kevesebbet, de ez az átlag 200 lövés körül van egy fekvő edzés nekem. Természetesen, hogyha lő az ember más testhelyzetet, akkor az plusz. Befekszel a lőállásba. Mennyi idő még elrendezel mindent, úgyhogy jó legyen? Mi rengeteget pakolunk, mind ki a lőállásba, mind utána el. Azt lehet mondani, hogy amikor én megérkezem a lőtérre, akkor nekem egy fél óra odáig, hogy leadjam az első lövést, berendezi az ember a lőállást, összeszereli a a fegyverét. Ez, ez jó olyan szempontból is, hogy akkor egy kicsit lerázza magáról az ember a munkahelyi dolgokat, a közlekedést, akkor úgy megnyugszik, visszaáll a pulzusra, és akkor el tudja kezdeni a munkát. Általában mindig tudjuk, hogy mi a feladat aznap az edzésen, az edzővel meg van beszélve, és akkor azt, azt, azt nyugodtan ráhangolódva el tudjuk végezni. Majd amikor végzünk, a körülbelül két órás, két és fél órás edzéssel, akkor még egy fél óra, még az ember kipucolja Versenye. a fegyvert, összepakolja a lőállást. De most versenyen például, amikor lőállásba kell menni, mennyi időtök van arra, hogy... 15 perc. Hogy elrendezetek mindent. Igen, ott előre már átöltözik az ember, okay. ott készen áll, és amikor mondják, de az, hogy de az, bele... kell az a 15 perc. Az ideális, az ki van találva, azt ott nyugodtan be lehet pakolni a fegyvert, lehet még két szót váltani az edzővel, és akkor utána kezdődik a próbalövés és az értékelt. Uh -huh. Érdekes. Én, mint laikus, nem tudok elkezdeni egy edzőjét, akkor mit tud mondani, hogy másik szemeddel nézni, vagy hogy ilyenkor... Egy, egy kiforrott lövőnek természetesen nem tudott már olyan utasítást vagy tanácsot adni az edző, amivel megváltaná a világot. Az edzésen van az a munka, amit be kell gyakorolni, és azt már csak kamatoztatni a versenyen. Itt esetleg egy-egy apróságra felhívja az edző a figyelmet, mert nagyon sok mindenre kell figyelni. Na, mire? Szél, nap, lőtér egyedi sajátosságai. Jó, szelet értem, de a nap? Például, hogyha átfordul a nap, Igen? akkor arra nekünk rá kell állítani két-három-négy kattanást is akár, vagy beborul egy felhő, eltakarja a napot. Mert akkor mi történik, ha nem állítod át? Elővöm a kilencest. De miért? Vagy a kisebb Mert nem jól látsz akkor? Vagy hogy függ össze? A találat áthelyeződik. Hogyha például nagyon erősen egy oldalról süti a lőlapot a nap, uh -huh. és eltakarja egy felhő például, akkor a találatok át fognak helyeződni. Nem sokat, egy-egy centit csak, ez, ez, ez nagyon kicsi, de nekünk pont elég arra, hogy már vesztük el a tizedeket, akár egész körettségeket. Uh -huh. És ilyenkor már menet közben amikor látja az ember, hogy például borul, vagy vagy pont úgy lő, hogy átfordul a nap balosból jobbosba abba az időszakba, akkor folyamatosan tekerni kell. Vagy ha megy le a nap, már er ereszkedik le, ha. akkor is folyamatosan utána kell tekerni. Ti mennyit csak szabadba lőttök? A főversenyek 90%-a az szabad, nyitott pályában. Ha. Van egy-kettő olyan verseny, Wroclaw, Dortmund, ahol fedett pályán, azok adott, általában a korai versenyek. nem? Mert a fény az adott, minden úgy van standard. Környezeti szempontból adott, mert állandó a világítás, állandó a szél. És a... abból a szögből jön a világítás is, minden, tehát úgy. Igen, igen, de ott általában mindenki sokkal jobban tud lőni, mm. és azért ugyanolyan szoros a mezőn, csak igen. mindenki egy kicsit jobban lő, sőt, ami megnehezíti, hogy ezek általában a korai első versenyek, Um, ugye télen nagyon rossz lehetőségeink vannak még uh -huh. most edzeni, és mint tudom, egy február-márciusban egy ilyen korai versenyen azért nem vagyunk olyan csúcsformában, nem a formaidőzítésünk nem oda van kihegyezve, de természetesen környezeti szempontból sokkal könnyebb egy ilyen, egy ilyen fedett pályás verseny. Van egyébként is fegyvered, vagy hogy úgy nem szereted a fegyvert? Vagy vadászfegyvered is, ha vadászni, nem ne, tudom, csak... Nekem van vadászfegyverem is, hobbim az vadászat. Na, tessék. Sportfegyvereim is vannak, és nekem a munkám is, foglalkozásom is a fegyverekhez. A fegyvervizsgáló állomáson dolgozol ér? Igen. Igen. Ott Igen. éppen mit kell csinálnod. Én a műszaki vezetője vagyok a Magyar Fegyvervizsgáló Állomásnak, egyben igazgató helyettese is. Uh -huh. Fegyver, lőszervizsgálat ennek a szervezése. Viszonylag sok külföldi út lőszergyárakba. Kedvencei, típusod? Nincs. 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 Én nem vagyok. Melyik van otthon otthonnak, hogy kitérve, a középpontba? Nincs? Semmelyik. Mindegyik bent van a fegyverszekrénybe. Szabályosan bezárva, stb. Természetesen. Én. Mondhatnám, versenyfegyverbe természetesen, amit használ az ember, ahhoz húz a szíve, abban bízik, de ez, ez, ezek olyan kérdések, mint a Forma egybe, hogy most Mercedes, Ferrari, uh -huh. Red Bull, mindegyik nagyon-nagyon jó, apróságokon múlik. Uh -huh. Talán ott még nagyobb különbség van a, egy, egy Forma 1 uh -huh. vagy egy autó, autóversenyben a, a fegyverek közt. Itt ugyanazt meg lehet lőni egy Walter uh -huh. KK 500-zal, egy Grünigel, egy blacker Nincs a különbség uh -huh. a csúcs technikába. értem? Uh -huh. mert körülbelül három-négy olyan fegyver van, amivel a az élmezőny tud versenyezni. És milyen sűrűn vadászni? Nagyon ritkán, nagyon kevés időm van rá, az abszolút hobbi. Uh -huh. És jól ősz vadra? Mert az egy más, az egy mozgó. Szerencsére nincs akkor a különbség közte, hogy hogy problémát jelentene, uh -huh. akár sörétes, akár golyós fegyverről van szó, úgyhogy kijelenthetem, hogy igen. Értem. Hát aki bajnok, az bajnok mindenhol. Így? <laughs> hát vadászatban nem avatnak bajnokot. Persze, Ott, persze. Ott csak a terítékre hozott vad, ami, ami a jutalom. Még fiatal vagy. Mi az, amit el szeretnél érni ebben a sportban? Nemzetközi dobogóra fölállni. A lehető, egyéniben. Min, egyéniben minél többször. Ez, 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 ami most olyan cél, amit, amit fel tudok tenni, és, és le tudok írni magamnak, hogy én ezt szeretném. És Eddig adott is erre minden, hogy odaérjél? Adott. Idén, idén nagyon szerencsétlen éven volt, ahogy mondtam, az Európa-bajnokságot. Münchenben egy tizeddel maradtam le a döntőről. Amit igazából mi nem az... is tudunk, laikosok, elképzelni találat szempontjából. Most oda képzek az... egy táblát, oda tédet is, és nem látok különbséget. A 60-ból hat, a az egyik lövés, hogyha egy milliméterrel már bejebb megy, az már sokkal több, mint egy tized körettség. Az már legalább kettő-három tized köretség lett volna. Az, egy a, az milliméter. már sok is. Igen. Szóval az... ekkora. Ez, Ugye... ez, ez hogy lehet ezt ez... Ez... úgy lőni, hogy... Ez csak elektronikus célra tudjuk lőni ezt. Nem lehet papíron. Persze. Lehet, mert vannak olyan értékelő berendezések, amik így beszkennelik a lapot, uh -huh. és akkor utólag ki tudják értékelni tizedelve, de az nem azonnali eredmény. Igen. Ezt edzen is csak elektronikus célra tudjuk. De az egy tizedre gyönyörű példa most az országos bajnokság. Klubtársammal, csapattársammal, Péni Pistivel, ugyanazt lőttük tizedre. 6-24-3, 6-24-3. Mivel most már nincs döntő, az utolsó sorozat döntött, az neki jobb volt, azt hiszem kettő vagy három tizeddel, ő, ő, lett az országos bajnok, én a második helyezett. Pedig körötségre ugyanazt lőttük. Másnap a 3x40 összetett fekvőjében ott ugye 40 darab fekvőt kell lőni, ott megmaradt az egész köretség. Egyetlen egy tized hiány nem lőttem, 400 399-et, mert volt egy baros 9,9 tizedem. Hű. A szintén, ha az az egy lövés, fél milliméterrel, még annyi se kellett volna. Közelebb megy a közepihez, itt ez a ha, ha, ha. Jó, ez az egy tizedek éve volt. De most erre, erre lehet még edzeni, készül még el se kövesse, mert majd... Lehet. majd... Lehet. Igen? Lehet. Hogyan? Hát mit? Hát az már... Még, még többször, ez bár... még több ezerszer meg kell ismételni azt a begyakorlott mozdulatot, hogy uh -huh. hogy tudok nem tízest, minél jobb tízest lőni. Uh -huh. Ezek annyira pici, a belső tízesünk 5 mm körül van. Jó, de mindenkinek meg maga, a sajátos mozgás kultúrája, stb. hogy nyúl a fegyverhez, tehát a, mit tudsz még ott a, ezen, ez, ez jön magától. Itt ez már csak fejben, itt, itt, itt technikában én már nem, tudom, már nem, nem tudok, nem nem tudok olyat, hogy most hú, most majd máshogy fekszek be és uh -huh. akkor töredelmesen jobb lesz. Ez, ez annyira ki van hegyezve, mint például szintén autóversenyre tudom mondani, hogy nem nem tudnak, most hú, megváltoztatjuk a keréknyomást, és akkor fél másodpercet gyorsulunk, hanem amikor egy-egy körön, egy-egy tizedet találnak valahol, körülbelül ez, ezen megy az edzés. Mm. És, és meglőni egyik nap, másik nap, harmadik nap, mert lehet, hogy egy edzésen tudunk nagyon jól lőni, és nem is tudjuk, hogy miért a legközelebbi edzésen közel sem tudunk Igen. úgy teljesíteni. És megtalálni azt, hogy miért nem. Mi volt? Nem is biztos, hogy ott az edzésen előtte nap, hogy aludtam, Elfáradtam, nem fáradtam, mikor ettem, mit ettem, ettem egyet talán, itt a ma ilyen, ilyen apróságokon múlhat az, hogy például hogy bír az ember koncentrálni. De de Mert ezt, hosszú de ez hosszú az ez a borza 60 borza lövés. Amas, hogy hogy ilyen igazából nem is érzékelhető dolgokon múlik egy olimpiai ér. Tehát ez, ez borza. Nem is választanak ilyen sportágot, ahol nem, nem tudom, hogy mi múlik. Tehát ez így nagyon rossz. Nem mondom, hogy rossz, én azt mondom, hogy nehéz. Nagyon-nagyon jó önismeret kell hozzá, mert magamat kell legyőzni, nem mást. Mert majd a végén Figye, összevetik ad a versenyt. Egyformán is kész. Akkor Igen. mindig egyféleképpen fogsz lőni. Ez, ez, a, ez a lényeg, hogy az ember Na. tudja ugyanazt adni. Ezt mondtam az olimpián hogy nem tudtam azt adni, mint előtte nap edzésen, vagy mint utána héten. Nem tudtam ugyanazt lőni. Négy lazza mindig is akkor. Az ember típus uh, más. 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 Igen. Uh, én, én azért nem vagyok egy olyan lazas rác, Nem... Hmm. Uh, akkor ez itt aztán akkor megmaradnak benned, még ha nem is tudod, bizonyos feszültségek aznapról és úgy be a állásba, gondolom én akkor. Többször átgondolok dolgokat, hogy miért nem. Igen. Ezeket le is szoktam írni akár uh, átgondolom, hogy tanuljak saját hibámból. Itt nem tudok más hibájából tanulni. Mert ahhoz nagyon-nagyon buta hibát kell csináljon valaki, hogy abból, azt, azt, abból más is tudjon tanulni. Igen. Apró picike dolgaimból lehet tanulni, és ezzel lehet előrébb lépni. Ezzel kell még sok tízezer lövést előni. Sokkal nehezebb itt már egy-egy tizedet fejlődni, mint mit tudom én egy juniornak. Az simán tud négy-öt körös egyéni Igen. csúcsokat dobálni, akár versenyről verseny, versenyre, főleg egy kezdő gyerek, ahol fényéveket lehet Igen. ugrani. Itt mi, hogyha egy évben tudunk egy egyéni csúcsot lőni, mert följebb tudtunk lépni, Sok, és nem is garantált, még hogyha ha meglövöm, ugyanúgy meg tudom, meglőttem a 6-26-8-at olimpia előtti utolsó versenyen kint Noviszádon, két héttel kiutazás előtt, az volt az utolsó mm. verseny. Egyéni csúcs, tök jó, nem is volt nagyon jó idő, nagyon jó eredmény. Tényleg az, az megmutatta, hogy a felkészülés Eredményes volt, mert nagyon fáradt voltam, azt én tudom, a felkészülési időszakban, edzőtáborok verseny, négy világ, Igen. három világkupa, bocsánat, előtte közvetlen. És, és, és fáradt voltam, itt meg volt a, a megfelelő felkészülés, ott már benne voltunk az olimpia előtt, abban a kijelölt pihenő időszakban, nagyon jó ment a noviszádi verseny. És, és az ember sokszor nem is tudja, hogy az ott miért ment annyira jó. És már legközelebb, például Münchenbe, Ugyanolyan jól ment, és csak 6-25-3 mondhatná az ember, hogy másfél körrel kevesebbet lőttél. De az is ugyanolyan nagyon jó köretség és azt, hogy most, most miért másfél körrel kevesebb, pedig mindent ugyanolyan jól Igen. csinált az ember. Zárásként, következő versenyed mikor és hol lesz? Nem tudom, ez a helyes válasz. Nekem most jön a téli időszak, ami egy hosszabb alapozó edzés az 50 méter szempontjából. Természetesen edzés az, amíg nincs olyan hideg, hogy ne tudjak kint lefeküdni, addig még most ősszel, szinte télelejéig az folyamatos. Az első verseny az valószínű valamelyik fedett pályás verseny majd március körül. Akkor most alapozás akkor? Most még levezetés időszak, még jó idők vannak, és amikor beköszönt a tél, akkor fizikai edzés, alapozás, hogy a, hogy a 18-as évet a legjobb lendülettel el lehessen kezdeni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat.